Idén lemaradt a felsőházi rájátszásról, így a dobogós helyezésekért már nem, a bajnoki ötödik helyért azonban még versenyben van a Haladás Viktória. A Kóka elleni meccs tétje pedig az volt, hogy sikerül-e matematikailag is bebiztosítani ezt a helyezést a helyosztók előtt, ami pályaelőnyt jelenthet a szombathelyiek számára. Ehhez egy pontra volt még szükségük a zöldfehéreknek. A meccs másik érdekessége az volt, hogy mindkét kapuban válogatott hálóőr állt. Igaz, a Viktóriánál Bíró Barbara a felnőtt, míg a Kókánál Barti Luca a korosztályos nemzeti csapatokban csillogtatja tudását. Úgy gondolom, hogy a Barbi nagyon jó kapus, és én is szeretnék a felnőtt válogatottba minél hamarabb bekerülni, és úgy gondolom, hogy a csatárainknak nehezíti meg a dolgát, nekik kell túljárni a Barbi eszén. Nagyon tehetséges, ugye az U12-es válogatottban láttuk, bár a legutolsó mérkőzése nem sikerült túlságosan jól, hiszen megsérült és sérülten kellett végigjátszani a mérkőzést, de ennek ellenére az elmúlt két évben, én két évet figyelek, mert a Kóka NB1-ben szerepel, azóta töretlenül fejlődik, egyre kevesebb hibát vét, nagyon szép reményekre jogosít bennünket. A Viktória esélyeshez méltóan kezdte a meccset, és már az első valamire való helyzetüket gólra váltották Szakonyi révén. A gyors gólt két újabb találat követte, mindkét esetben a csapat legeredményesebb játékosa, Siklér Kinga talált be a hálóba. A csatár alig 10 perc különbséggel kétszer is bevette az ellenfél kapuját, ezzel az alapszakaszban elért 7 gólja után a rájátszás 5 mérkőzésén már 8-szor volt eredményes. Az első fél időben nagyon pontosan, nagyon dinamikusan és nagyon célratérően futballoztunk. Igazából ezt is kértem a mérkőzés elején, ezt nem gondoltam volna azért, hogy ennyire szó szerint betartják a lányok. Második fél időben már csak az eredmény tartására törekedtünk, és csak annyi energiát mozgósítottunk, ami arra kell, hogy esetleg a Kóka ne kerüljön helyzetbe. A három gyors gól után visszavett a tempóból a Viktória, így időnként a Kóka is eljutott a házigazdák kapujáig. Az első 15 percben teljesen bemaradtunk az öltözőbe, így nagyon széles volt a csapat, mögén kivelték a labdákat, ebből kaptunk szinte 3 gólt. A második fél időben úgy mentünk ki, hogy akkor letámadunk és próbálunk gólokat szerezni. Mindenképp egy győzelem volt a cél. Az első fél időben azt gondolom, hogy szép támadásokat vezettünk, és ennek meg is lett az eredménye. A második fél időben kicsit leültünk, ez szerintem részben betudható annak is, hogy meleg van, részben pedig annak, hogy már kicsit éreztük, hogy megvan a 3 pont. A Kóka becsületére legyen mondva, a második fél időben sem adták fel a szépítés lehetőségét. Több helyzetet is kidolgoztak, de igazán komoly veszélyt ezek nem jelentettek Bíró kapujára, aki ezúttal szerencsésebb volt, mint vele szemben álló riválisa. Igazából azt gondolom, hogy a kapusnak vagy szerencséje van, vagy nem, vagy jó állapotban van, vagy nem. A csapat is nagyon sokat számít, hogy mennyire segítik ki a kapusnak a mozgásait. Én azt gondolom, hogy a Luca mindent megtett. Nekem kevesebb dolgom volt, én ennek örülök, mert jó a csapat előttem. Én gratulálok neki az eredményehez, és sok sikert kívánok az érettségihez. Újabb gól már nem született a meccsen, így eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a Haladás Viktória az 5. helyről várhatja a helyosztókat, míg a Kóka az Újpest elleni osztályozóra készülhet. Mi tudtuk, amikor elkezdtük ezt, hogy ez egy nagyon nehéz év lesz. Bíztunk abban, hogy hátra el tudjuk kerülni az osztályozót, most látjuk, hogy igazából kell játszanunk a kiesés ellen. Igazából ez, azt gondolom, hogy ez jó lecke lesz nekünk, tehát hogy nyomás alatt képesek vagyunk jó teljesítményt nyújtani, de azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valunk, aki megnézi, tehát tulajdonképpen tényleg 16 éves játékosokból van legalább 5-6 a pályán folyamatosan, 17 éves, 18, ez felnőtt korú talán 2 szokott a pályán lenni, vagy nehogy Isten 3. Én azt gondolom, hogy ehhez képest ők becsületen végigjátszák minden mérkőzést, nagy különbségű vereségeket nem szenvedünk, tudtunk pontokat szerezni, én azt gondolom, hogy úgy meg vagyunk elégedve, van egy kis hiányérzetünk, főleg az első fél évvel ott azért voltak olyan mérkőzések, amik oktalanul mentek el, de most már nincs, mert csak készülünk majd a rájátszásra. Futballban nem nagyon edzenek ilyenkor a csapatok, ugye a sok mérkőzés a lábakba, sérülés veszély, és elvárni azt a végén esetleg, hogy 90 percen keresztül nyomás alatt tartsunk akár egy Kókát, akár egy Újpestet, ez igazán ebben a melegben ezt nem lehet kérni. De a cél inkább az, hogy formába tartjuk a csapatot, és ne legyenek hullámvölgyek, hullámhegyek, próbáljunk egy bizonyos szinten futballozni a bajnokság végéig.
A Viktória az Astra ellen játszhat majd az ötödik helyért. Ennek a mérkőzésnek a főpróbáját is megtarthatják majd a rájátszás zárókörében, és ugyanez lesz igaz a Kóka és az Újpest mérkőzésére is.